Jaj, de szép volt! Bravo. Szép volt a lövés, és az egészen kicsik is ügyesen kerülgették a bójákat. Mozogsz egy helyben! A Bozsik program egyik fontos állomása zajlott a napokban a Gyulai Grosics Akadémián. Az 5-7 és a 8-9 évesek számára megrendezett programon a játékosság, a sport megszerettetése kapta a főszerepet. Kisebbeknél 3-3 ellen játszanak, és köztük van egy-egy műhely, ahol ügyességi és sorverseny és játékos feladatokkal váltakoznak folyamatosan. Itt egyáltalán nincs pihenő játékos, itt mindenki labdázik, 4x10 percet játszanak, és folyamatosan cserélik a pályákat. A másik térfélen az idősebbeknél ott már nagyobb kapura megy a játék, és ott csak egy műhely van, ott 4 pályán zajlik a játék folyamatosan. Nyugodtak lehetnek a szakemberek, ha a Bozsik programot a Grosics Akadémián szervezik, jelentette ki Tóth Márton. Ha Gyulára jön az ember, akkor általában elégedett lehet, hiszen csodálatos környezetben, nagyszerű létesítményekben oldják meg a feladatokat. A szakembergárda is egyértelműen adott. Az MLS megyei igazgatóságának Bozsik koordinátora ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a különböző településeken elvégzett munkaminősége nem egyenletes. Vannak nagyon jó előkészített rendezvényeink, de sajnos itt sok esetben előjönnek a problémák, és 10-15 perc után már látszódik az, hogy melyik településen hogyan foglalkoznak a gyerekekkel. Hiszen nem akarok most példát, de itt a mögöttünk lévő pályán is van olyan csapat a kis óvodásoknál, akik még a félpályán se tudtak átmenni. Tehát egyértelműen a gyerekekkel végzett munkának a minősítése ez. A Gyulai Akadémián közel 100, Gyulai és a környező településekről érkezett gyermek vett részt a labdás foglalkozásokon. A rendszeres programok számukra lehetőséget teremtenek arra, hogy jó körülmények között mozogjanak, de ezek az alkalmak azért is hasznosak, mert a szakemberek felfigyelhetnek a legtehetségesebbekre.